Videófelvételt készít a Kerla Heigend felső kategóriás Pioneer A407R erősítőről. Négy csatornás erősítőről van szó, amely leválasztható A-B kapcsolóval. Hát ez azért is jó, mert ha két különböző helyre, akár teraszra, meg a szobában rakunk két-két hangfalat, akkor oda kapcsoljuk, ahol éppen hallgatni akarjuk, vagy akár mind a két helyre egyszerre. A távirányítója is teljesen újszerű állapotú. Rendszertávirányítóról van szó, amely még ezen kívül kezel rádiót, kezel CD-lejátszót, hát az equalizert azt nem tudja, mert csúszkás az equalizer, de az volt még bekötve a toronyba. Komplekt toronyként is hirdettem az egész egységet 90 ezerért, de szétszedtem kérésre, mert az erősítőt is kérték, meg még belőle külön már kérték a CD-t, rádiót, ezért szétbontottam. Nagyon szép, karcmentes állapotú minden egysége egyébként. Minden egysége külön is megtalálható lesz. Ez a front oldala. Végigviszem. Láthatod, hogy tényleg gyönyörű állapotban van. Picit poros, most vettem észre, de ez csak por. De ezt le lehet róla szedni. Pici kis apró fehér pontok. Ilyen roncsösz tulajdonképpen. Opa. A távirányítójáról most akkor illusztrálom is a csatornák kiválasztását, az inputokat. Ez a CD, tuner, hát tulajdonképpen a panótól kezdve minden van rajta. Közelebb megyek, hogy lásd. Ez a CD, ez a tuner, ez a panó, ez a line és a tape. Valamint itt oldalt van még egy tape monitor kapcsolás, azt kézzel lehet kapcsolni, azt távirányítóról nem lehet. A hangerőállítás, csodaszép hangja van egyébként, a teteje is karcmentes, szinte újnak mondható, új állapotúnak mondható az erősítő, és a kibekapcsolás. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintetted a róla készült videófelvételem, és kérlek, tekints meg róla készült nagy felbontású képeimet is. Természetesen a készülék, mert még eredeti japán gyártmány, illusztrálom azért a hátulját is, meg a hatalmas áramfelvételét. Nagyon szép állapotban van. És kérlek, akkor tekints meg róla készült nagy felbontású képeimet is.